És úgy gondolom, hogy aki olyan munkát végez, vannak itt felnőttek is, olyan munkát végez, aki szolgál és segít másokon, szerintem az vezet egy boldog és sikeres élethez. Na sziasztok, mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! Hova megyünk most? Nagy Kanizsára! Nem Nagy Kanizsára! Magyar Kanizsára! Így van, a szerbiai közönség találkozóra megyünk, reméljük, hogy nagyon sokan el fogtok jönni, úgyhogy onnan is be fogunk jelentkezni egy pár videófelvétellel, úgyhogy köszönjük szépen, hogy van ilyen lehetőség, hogy kimenjünk. Te mit szagúgatsz? Úgyhogy mehetünk is! Mehetünk! És akkor így történt ez, hogy így együtt én igazából Danival tegnap beszéltem legelőször, ők szervezték meg az egészet, ezt nekik köszönhetitek, hogy most Dani itt van Kanizsán. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy bármikor, amikor úgy gondoljátok, hogy van valami, amit szeretnétek meghallgatni, megnézni, vagy valamilyen témában, hogyha tudnék nektek segíteni, akkor az ifjúsági irodának az ajtaja az mindig nyitva áll, és borzasztóan örülök, hogy ilyen sokan vagytok, és hogy ekkora érdeklődés van ez az esemény iránt. Köszönöm szépen Anettnak, Arnoldnak, Sájunak és Krisztiánnak a szervezést, úgyhogy tapsoljuk meg őket! Hoztam nektek ilyen dedikáló kártyákat, ennyi van, hogyha véletlenül marad és szeretnétek barátoknak vinni, lehet, jó? Csak nem úgy csináljátok, mint az egyik gyerek, hogy kér 15-et, aztán utána eladta 500 forintot, ugye? De az én videóim a példamutatásra épülnek, tudom, hogy kisgyerekek is néznek engem, és ezért nem beszélek csúnyán a videóimba. Nagyon fantasztikus családom van, és át tudjuk nektek adni ezt a családi harmóniát, vagy hogy fejezzem ki magam, át tudjuk nektek ezt adni, mert amikor csináltuk a Vizes Palac videókat, ugye öcsémén körülbelül akkor kapcsolódtak be a videóimba, ez volt olyan 80 ezer feliratkozón körülbelül, és elkezdtünk Vizes Palac kihívást csinálni. És hirtelen jött 50 ezer feliratkozó, megugrott 130 ezer feliratkozóra a feliratkozószám, és nagyon sok olyan komment érkezett, hogy én hogy bánok az öcsőimmel. Hogy mindenki ezt vette észre, hogy én hogy bánok, nagyon szeretni, jók jövök a gyerekekkel, szeretem őket nagyon, és hogy én hogy bánok a gyerekekkel. És akkor mondtam anyának, hogy anya, ez nem természetes. Ugye minket így neveltek, mi azt hittük, hogy ez természetes, de sok családban sajnos nem így van, és ezt észrevették a szülők, az emberek, és ez engem nagyon boldoggá tesz. Hogyha jót csináltok, képzeljétek el, akkor az élet visszaadja. Hogyha rosszat csináltok, azt is. Lehet, hogy holnap, lehet, hogy 30 év múlva, de az élet mindig vissza fogja adni. Erre nekem négy fantasztikus példám van, engedjétek meg, hogy elmondjam, csak biztosan ki vagyok száradva. Természetesen ne azért tegyetek jót, hogy az élet visszaadja, de úgyis vissza fogja adni. Tavaly előtt, novemberben nyertem egy pályázatot, 1,5 millió forintot kaptam, és 250 ezer forintot egy hátrányos helyzetű kispillnak adtam ott a településünkön. Nem ez a lényeg, 250 ezeret odaadtam neki, és képzétek el, hogy utána lett egy szponzorom, az Autoxon. Azt mondták, ők egy iPhone gyújtosra gondoltak, mondom, jó lesz, oké. Köszönöm szépen. Képzétek el, hogy aznap este 252 ezer forintot ért a telefon a Autoxon weboldalán, úgyhogy az élet visszaadta körülbelül fél év után. Nagy projektben vagyunk, egy mozgássérült kisfiúnak gyűjtünk pénzt, ugye évi adásokba, volt róla videó, nagyon boldog vagyok, hogy tényleg ennyi pénzt összetudtunk neki gyűjteni, hogy meg tudják gyűjteni. És képzeljétek el, hogy élő adásokban 170 ezer forintot gyűjtöttünk össze, a nézők ugye a domételnek hívja a képernyőre, hogy támogatták a Danika műtétjét,
És képzétek el, hogy rá egy hétre ugye kaptak a srácok egy ilyen gamer gépet, és képzétek el, hogy 173 ezer forintból állították össze a gamer gépünket. Egy nagyon érdekes érző adatok, hogy így összefüggenek, de úgy gondolom, és hiszek benne, hogy ez van. Ne azért tegyetek jót, mert az élet visszaadja, de vissza fogja adni, úgyhogy a házi feladatja, hogy minden nap egy valakinek tegyetek jót. Adjátok oda a leckünk, az osztálytársatok, hogy mondjuk, jó? Tudjátok, hogy kezdődött ez az egész? Leírtam egy papírra, hogy hol képzelem el magam 5 év múlva. Azonnal, hogy ti is írjátok le, és ijesztő ez is, mert leírtam magamnak, hogy 200 ezer feliratkozom van régen. Elértem. Leírtam, hogy ő lesz egy nagyon szép barátnőm. Megvan. Leírtam, hogy a YouTube videózásból fogok élni. Megvan, gyerekek. És ijesztő, hogy a kezembe kerül ez a papír, és megcsináltam. Úgyhogy fogjatok egy tollat est, és írjátok be a céljaitokat, mit akartok elérni. És úgy gondolom, hogy aki olyan munkát végez, vannak itt felnőttek is, olyan munkát végez, aki szolgál és segít másokon, szerintem az vezet egy boldog és sikeres élethez. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy emberek életére vagyok hatással, nagyon boldog vagyok, hogy ilyen fantasztikus családodban, köszönöm szépen, voltak nehéz időszakok gyerekeket, nem minden olyan jól néz ki, mint aminek látszik, volt egy hibát, tízre kellett elkövetnem, hogy tanuljak belőle. Elég jól megfizettem az árát a hibáknak, de úgy gondolom, ha nem követem el ezeket a hibákat, most nem tartanék itt, mert nem tanultam volna ennyire belőle, és akkor én ez az ember akarok lenni, aki tanít, aki előrébb visz, aki motiválja a gyerekeket, úgyhogy én ezért csinálom, ez a szenvedélyem, ez a munkám, ez az életem, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ha valakinek valami nagyon fontos kérdés van víz közben, nyugodtan nyújtsa fel a kezét, jó? Fortnite videó nem lesz, Minecraft videó nem lesz, jó? Ezeket tisztázok az elején. Valaki ugye rajtam nőtt fel, 12 éves volt, amikor elkezdtem videót, most már 18 éves és baráti kapcsolatot ápolunk. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy sok nézőm a barátom lett, és olyan emberek, akik szintén sikeresek akarnak lenni, és együtt tudunk küzdeni azért, hogy a környezetünkben kicsit jobb világot teremtsünk. Hol lett először ismert Dani? Instagramon, YouTube-on, azt.fm-ben. Hú, itt nagyon erre beszéltem, itt nagyon hallották a gyerekek, tessék. A C-válasz. A C-válasz, azt.fm, így van, ugye erről az oldalról azt kell tudni, hogy kérdeztek tőlem, névtelenül lehet kérdezni, és én pedig válaszoltam, és ezt tetszett az embereknek, mert amikor velem csúnyán beszéltek, ugye 16 évesen nagyon nem tudtam kezelni a negatív kommenteket, én nagyon lelkiismert a gyerek vagyok, nagyon rosszul tud esni, ha megbántanak, most már azért megtanultam kezelni ezeket a dolgokat, de képzeljétek el, hogy nem jártam be iskolába azért, mert az osztálytársaim piszkáltak, hogy én videózok. Nagyon sokat hiányoztam ez miatt az iskolába, és reggel hányás hasmenéssel mentem iskolába, mert féltem attól, hogy cikiznek az osztálytársaim, és anyukám mondta ezt, hogy figyeld meg, hogy ők hol lesznek 5 év múlva, és én hol leszek 5 év múlva, és beigazolódok. Az unalom az a cím. Igen. Tehát az a helyes válasz. Mint azt hiszed, hogy én unalomból kezdtem a videót? Hány éves lesz Dani ebben a hónapban? 23. 1996. április 11-én születtem. Igen, József Attilával születtem egy napon, nem egy időben, hanem egy napon. Ugye április 11 a költészet világnapja. Melyik faluban él? Borota, Régi, Csávoly. Elég könnyű megjegyezni ugye a falunak a nevét. Körülbelül 1200-an lakunk mi ebbe a kis faluba, innen sikerült kitörni. Tessék! Réme! Réme! Igen! Mindig ezeket a poénokat annyira unom, hogy rémes, meg krémes, meg extrém, meg ilyenek, de most már kezdem megszokni. Hány testvére van Dainak? Egy, három, öt. Mondja? Három. Valaki a húgóban téma el szokta felejteni. De azt mondják, hogy nővérem van, de nem nővérem, húgom, sajnos most nem tudott eljönni. Igen, öcsém nagyra hozzájárultak a sikereimhez, úgyhogy köszönöm szépen. Nem mindig akarnak velem videózni, de hogyha lekegyelezi őket az ember. Egy jégkrémén cserébe, vagy sok jégcserébe, de ugye a nézőktől én fantasztikus. Sokan megutáltak sajnos, de én sose kérem azt, hogy küldjenek csomagot. Láttam itt is többen, hogy hoztatok ajándékot. Nagyon-nagyon köszönjük tényleg. A édesanyás videóra, arra nagyon büszke vagyok. Nem tudom, láttátok-e, arról beszélünk, amikor lapozgatok ilyen lapokat. Ez Facebookon 2,3 millió megtekintése lett, YouTube-on csak 400 ezer.
De igen, csak, ugye? Igen, hát a miért viszonyítunk, igen. Nagyon büszkék, hogy ez a videó három perc körülbelül. Képzeljétek el, hogy 6 óra volt, mire kitaláltam, hogy én mit akarok csinálni. 3-4 óra volt, mire megírtam, és 3 perc fog felvenni. Úgyhogy itt az előmunka volt egy kicsit. Köszönjük a figyelmet. Jó, köszönöm szépen, gyerekek, ügyesek voltatok. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Most pedig annak jelent mindenki fog kapni, jó? Egyesével gyertek ide, az asztalhoz, és kap... I